neked. Meg most a technika is jó, így van. Jó, megkívjuk Szabolcsot akkor, hogy kezdje a más a két dalát, produkcióját. Tessük Szabolcsot. Egy-egy. Hát még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, legyetek szerencsések. Steve Gáspártól fogok ettől témekelni. Egy kicsit a magasság egyik vissza. Aztán egy hangodat fogok énekelni, mert most megpróbálkozunk. Ma megköszönti az Isten áldása, hogy itt volt köztünk. Szívemben szivárvány esés, nyugsugár, a család boldog szülinapot kíván. A szíves tortádok, a gyertyak így, leúszem meg kívánj, mit szívezni. Olyan a te egyéniséged, amit mindenki szeret, úgy tészen ez nem fordulható. Örök külcsebb bűnőjével öleljük egymást, a legfontosabb az Isten és a család. Boldog, boldog, happy birthday to you. Ezzel a hallgatókat csináltam. Boldog vagyok, ha rád nézek. Ide boldog vagyok, ha rád nézek. Annyi boldog vagyok, testvérem, aki benneteket jól tesz veled, Istenem. Az igaz szó. Ide bár valószínűleg hívom,
Mexicana mata de lucha. Eljön a családom én mellettem, a testvére elinte körülöm. Körülöm, jaj, lelelelő, nem almasé. Családom úgy szeretlek, én kicsekem, ennél jobban, te jutsem, Istenem. Istenem, hát Szabolcs, azt tudom neked mondani, gratulálok, a második produkció nekem jobban tetszett. Magyarul ez, a második kör, inkább így fogalmaznám. Hallgatóval mondtam, nekem nagyon tetszik a hangszínet. Tudod, ki emlékeztet? Így, ahogy énekeltél? Gondolom ismertétek, Szegény Misa. A hangszínet, a hajlítások, mint amit hallottam volna. Egy nagyon szuper énekes volt, azt kell tudni róla. Sokáig énekelt szegény. És nagyon jó, ők hallgatóban nagyon profi volt. Köszönöm. Nagy tapsot Szabolcsnak! A szívás az az, amikor egy olyan dolgot énekelsz el, amit a... Ez az eredeti bódikusztok az élettel fel. És van összehasonlítási alapom a kettő között. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy sajátos értelmezésben énekelted le. Tehát nem próbáltad Gusztit majmolni, és ez a jó benne. Hanem ez aláírom. Tehát az Guszti egy és ez olyan még nem is lesz. Tehát ez, igen. Ez így van. Úgyhogy én nekem tetszett az a fajta értelmezési mód, amit ezt megvalósítottad a magad lelkéből. És csak csatlakozni tudok a kedves kollégához, hogy kiváló volt, úgyhogy gratulálok. Nekem ez most nagyon tetszett, le a kalappal előtted, és most kirázott a hideg, ami én szerintem jó. Nagyon fontos, és éreztem azt, hogy benne van a szíved, lelked. Ő itt kezdődik a tehetséget. Bravo! Köszönöm, gratulálok! Bravo! Miski! Miski, persze! Na, jó! Miért kettő csak? Amúgy, ahogy ő van. Guszti bátyánkat ismerem. Elég jó. Személyesen is, hál' Istennek. Hallgattam én. Hát igen, őt utánozni nem lehet. Hát, sosem. De végre, hogy egy, végre, tehát, egy, na ezt mondom a hallgatókban is, hogy egy cigány hallgatót is lehet énekelni, vagy eljaj. Békolni szerintem. Ez tényleg jó, és tényleg ez élik hozzá. Ne röhögjél, Lorenzo. Hogy mondom, hogy nem vagyok indián? A jaj, békatás! A jajzékolás, igen, igen. Ez jó, nekem ez tetszett. Ennyi. Köszönjük szépen. Szabolcs, nagyon szépen köszönjük.